Köszöntök mindenkit, augusztus 10-e van, folytatódik a szüret, a következő kis videóban három fajtát fogok kicsit részletesebben megmutatni. Elsőként a vikinget, a korai kék fajták közül, aztán a rózsaszínekből a ruta következik, és a magyar fajták közül a narancsízű az, amit már elkezdtem szüretelni. A ládában természetesen több más fajta is van, amiket az előzőekben már mutattam. Elsősorban Prima Ukrajna, Kodrianka, Galahad, Pamiatyi Uchitelja, Julián, ezekből mind ugye több tőkén van, és ezek folyamatosan szüretelhetők. A videó végén röviden az őszi barackról is ejtek pár szót. Nálam ugye gondot jelentenek a hangyák és egyéb rovarok, és néhány nektarinfajta és más őszi barack most kezdett érni. Ez okozza nekem a komoly fejtörést, hogyan is védjem meg az idei nagyon szép termést. Ebben majd kérem a segítségüket is. Remélem nem unalmasak ezek a kis videók, amelyekben ugye újabb és újabb szőlőfajtáimat mutogatom. Ha tetszenek ezek a kis filmek, kérem nyomjanak egy lájkot, illetve iratkozzanak fel a csatornámra. Ezzel is segítik a munkámat és motiválnak engem arra, hogy újabb és újabb videókat töltsek fel. Jó szórakozást kívánok! A viking egyik szülője, a Kodrianka, közvetlen utána érik, és hasonlítanak is egymáshoz. A különbség az, hogy a Kodrianka nővirágú, a viking hímnős, ennek ellenére termékenyülési problémái lehetnek, mint látható elég sok apró bogyó van a fürtökön, és ez bizony hasonló minden évben. Ugyanakkor nagyon tetszetős, szép, hanvas kék, sőt fekete bogyói vannak. Tehát egy nagyon-nagyon sötét színű szőlő. Össze is tudjuk hasonlítani a Kodriankával. Itt láthatóak egymás mellett. A bogyó alak különbözik jócskán, illetve talán látható, hogy a viking nagyon hanvas és nagyon sötét színű. A Kodrianka nem annyira hanvas. Mindkettő íze semleges, tehát egyik sem muskotályos. Nagyon koraiak, tulajdonképpen a Kodrianka legalább egy héttel korábban kezd érni, és közvetlen utána jön a viking. Ilyen szép kúp alakú, hanvas bogyói vannak, annyira kék, hogy ez már fekete. Elég jó kis bogyósúlyai vannak, átlagban 7 grammosak. Mindösszesen egy magot találtam a viking bogyóiban, és talán lehet látni, hogy festőlevű, tehát kissé vörös a bogyó leve. Finom semleges ízű korai kék szőlő. Gyökeresztettem belőle egy példányt, és épp ezt a vikinget kicsi konténerben hagytam néhány társával együtt, kísérletképpen. Hát egy arasznyival rövidebbek is a hajtásai, mint amiket átültettem nagyobb konténerbe, de nagyon szép a vitorlája, növekedésben van, tehát őszre ez még meg fog erősödni. Említettem a múltkor, hogy nagyon-nagyon későn gyökeresztettem az összes csemetét áprilisba, és ezért van az, hogy még ilyen lemaradásban vannak.
Hasonlóan a kodriankához a ruta is nővirágú fajta. Most kezd érni, már lehet eszegetni. Nincsenek rajta apró bogyók, tehát annak ellenére, hogy nővirágú, a termékenyülése jónak mondható, azonban a fürtjei nem túl nagyok. A bogyók viszont szebbek, nagyobbak, mint a kodriankáé. Hát ezek ránézésre 10 g körüli bogyók, mindjárt meg is nézem. Igen, hát ez majdnem 11. Hát a bogyók átlag súlya 10 g felett van, tehát ezek szép nagy bogyók. Elég nagy magjai vannak, 3-at is találtam ebben a bogyóban. Ruta sem muskotályos, finom, édes, savai is nagyon kellemesek, de semleges ízű fajta. A színe talán egy kicsit ennél sötétebb lesz, de nem lesz teljes rózsaszín. Ilyen kis halovány színű marad később is. Essék szó magyar fajtáról is. Kedvenc magyar fajtám a narancsízű. Augusztus első-második hetében érik. Nagyon bőtermő fajta, rengeteg fürtöt hoz, mivel nem óriásiak ezek a fürtök, meg is hagyom általában mindet, tehát eléggé nagy termés szokott lenni. Nyilvánvaló, hogy sokat számít az, befolyásolja a fürtök mértékét és kötődését, hogy milyen alanyon van az illető fajta. Nos, talán lehet látni ott a kék frankos, amire oltottam a narancsízűt ezelőtt nagyon-nagyon sok éve, azt hiszem már 10 éve, és ez minden évben ezt a formát hozza. Nem óriásiak a fürtök, a bogyók 5 g körüliek. Nagyon finom szőlőről van szó, nem muskotályos, de nagyon finom savai vannak. Hátránya, hogy bogyói puhák. Nem kemény, nem ropogós. Puha, nagyon finom, de puha. Betegség érzékenysége átlagosnak mondható. Tehát gombák ellen mindenféleképpen védeni kell, permetezni kell. Egy-egy zöld bogyon liszthalmat nyomát vélem felfedezni, de ez elenyésző, tehát ez nem számít. Egy-két bogyó látható. A fürtök nagy többsége szép, egészséges. Ugyanez elmondható a levelekre is. Vesszőkön sincsenek foltok, szép őszbarnára színeződtek már, és beérett a fajta, tehát lehet szüretelni. Magyar fajták közül a narancsízűt mindenféleképpen kiemelném és javaslom mindenkinek. Elkezdtek érni az augusztusi őszi barack fajtáim. Elsősorban ez a fehér húsú Incrocio Pieri, ami nagyon régóta megvan nekem és nagy kedvencem. Már néhány szem lepottyant. Nagyon félek a hangyáktól, ezért többféleképpen próbálok védekezni. Elsősorban itatom őket. Ugye felhívták a figyelmemet, hogy azért rágják az éretlen szőlőt és barackot is a hangyák, mert szomjaznak. Ezért sok helyre raktam ki vizet különféle tálakba, a szőlő és az őszi barackfák közé is. A fa törzsét pedig körbe tekertem ezzel a műanyagszalaggal és egérragasztóval bekentem. És így néz ki az a hangyafogó öv, amit júliusban helyeztem ki az Early Red Haven érésekor.
rengeteg mindenfélét fogott, de úgy látom, hogy hangya a legkevesebb. Egyelőre nagyon szép a barack. Most, hogy nem fagyott meg, nagyon jó esély van rá, hogy egy jó termésem legyen ebből a fajtából is. A nektarin is nagyon szép itt már. Látszik, hogy valami kikezdte. Még nem nagy a baj, de hát még kőkemények a barackok, tehát még valószínű egy hét kell. Hasonló módon itatom a hangyákat, és a ragasztó övet is felhelyeztem. Hamarosan kiderül, hogy meg tudom-e menteni ezt a szép termést. Levéltetvek nincsenek, úgy tűnik a molyóktól is sikerült megvédenem a fákat, túlnyomó részt. A legnagyobb problémát a hangyák, darazsak és majd esetleg a poloskák és a rózsabogarak jelenthetik. Utóbbi kettőtől félek a legjobban, tehát a rózsabogár és a poloska, hát ez számomra kicsit még rejtély, hogy hogy lehet ezek ellen védekezni. Megköszönném, hogyha kommentrovatban megírnák, hogy hogyan védekeznek poloskák és rózsabogarak ellen, akár vegyszeres védekezéssel, akár valamilyen mechanikai úton. Ezek a nektarinok nagyon védtelenek, ezeket féltem a legjobban. Eltelt egy nap, és rohamosan elkezdett érni az őszi barack, ezért szedtem is belőle jócskán. Ez az Incra Chopieri, ez a fehér húsú, nagyon finom barack. Kétféle nektarin is van, ha minden igaz, ez a Favortop, ez pedig a Caldesi 2000, ugye ez fehér húsú nektarin, apró szemű, de nagyon finom. Ezek is azok, és a maradék kajszi barackot is leszedtem mindkét fáról. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, további szép napot, viszontlátásra!